Na, szóval az Andor 8. része, igaz? Fú, ez nagyon durva volt. Elég ilyen depressziós epizód volt ez, nem? Én megmondom őszintén, hogy ez a rész elhozta a náci birodalmat. Nekem még jobban. És nagyon durva. Igen, és az a durva, az előző részben számítottunk is erre. Igen, hogy ugye, már akkor látszott. Hogy ugye látjuk még jobban kibontakozni ennek az egész szigorúbb törvénysorozatnak így a társadalomra gyakorolt hatását, és ugye nem volt úgymond restosorozat megmutogatni, hogy miből is áll ez, egyébként, hogy tényleg mennyire túltalálták ezt a dolgot, mert ugye az előző részben csak azt láttuk, hogy relatív ok nélkül ugye letartóztatták Cassian, de ugye hát itt látjuk, hogy sok minden másra is hatással van ez az ilyen végtelen pánikreakció volt ugye az ellenállás megmozdulására, ki is derül, hogy Palpatine részéről, ugye, ilyen végtelen, szigorú, gyakorlatilag ilyen fullos kontroll. Igen. Igen, és gyakorlatilag én legalábbis úgy vettem észre, hogy direkt rabszolgákat szereznek, hogy gyártsanak a birodalomnak minél több ilyen eszköz. Nem tudom pontosan, mit gyártanak egyébként. Ez egyébként egy rejtélye az epizódnak, amiben én az utolsó másodpercig reménykedtem, hogy kiderül, hogy mihez gyártják ezeket a dolgokat. De talán ettől még nyomasztóbb. Lehet. Hogy ez a, hogy ebben a börtönben, amiben bekerül ugye Cassian, eleve nagyon sok érdekes módszer van. Tehát ugye eleve, hogy rendet tartanak. Az brutális. Tehát ugye mezitlábban mindenki, és ugye agyonbasz a padló. Igen. Megvan oldva. Nekem nagyon tetszett. Abszolút. A másik, ami hihetetlen durva, hogy ugye a mindennapi életben a raboknak nem vesznek részt az őrök. Igen. Tehát van egy automatizált kajáltató rendszer, van egy automatizált biztonsági rendszer, tehát ki az a cellába, meghaz, ennyi. Igen. Gyakorlatilag, és a rabok egymást tartják úgymond rendben, és ha ezt rosszul csinálják, az önmaguk büntetését súlyosbítják. Tehát ugye gyakorlatilag ez egy ilyen öngerjesztő dolog. Pontosan. Szerintem ez a terrornak már egy a maximális része, amikor úgymond ráveszed, hogy ugye egymás ellen forduljanak az emberek. Igen. Igen, de fantasztikus megoldás, hogy ezáltal tényleg gyakorlatilag önfenntartó vagy önállátó az egész, és nem kell az, hogy a 30 fogvatartotthoz kell még 10 őr, hanem igen. Ott vannak egy pár százal, ugye láttuk egy jelenetet, amikor a különböző szinteknél igen, hogy milyen sokan vannak. Hogy úristen, mennyien vannak, és hát gondolom azért nem minden szinthez tartozik a 10 ember, szerintem még azt is megkockáztatom, talán ez a 10 őr van az egész bolygón, igen. Az egész börtönben. Igen, meg Isten igazából a fogvatartottak közül kerülnek ki úgymond a szintvezetők. Igen. Igen. Ez is szintén nekem egy nagyon nácis dolog volt. Abszolút, és mondom, hogy ez még jobban tolja a terrort, mert ugye nem, tehát hogy látod azt, hogy ugye valaki feladja az utolsó részét is, ami még ellenáll a rendszernek, azért, hogy a saját érdekeit képviselje. Ugye hát itt Kino először ugye kínálja is a dolgokat. Úgy jó volt Andy Serkist látni. Nagyon jó volt, igen. Nagyon. Meg így, na mindegy, mindig érdekes látni azt, amikor tudod, egy ilyen a főszereplőn kívüli, tehát egy mellékszerepben látsz egy nagyon jó színészt, és így látszik egyből. Már hogy köszönöm. Hogyne. Hogy haha. Igen. Milyen jó. És ugye ő el is mondja, hogy neki már csak 290 akárhány napja van a büntetésében, és nem te fogod elbaszni. Igen, igen. Meg minden, és érezzük a motivációt. Ugye ez az egyik motiváció, hogy ugye rend legyen, stb. Nem baszhatsz ki a másikkal. Ugye a csapattal baszol ki, ha nem csinálod a dolgodat. Igen. És ha a csapat nyer, akkor ugye hát ízt kapnak az ételhez. Ez amúgy annyira demotiváló, olyan lehangoló dolog. Iszonyat. És hogyha nem teljesítenek elég jól, meg megsütik őket, vagyis hogy hát én nem azt mondanám, hogy demotiváló, hanem rendkívül mód gonosz. Hát gonosz. Igen, ez nagyon gonosz. Hogy ez ennyire alapvető kis, pici gyűjtalmat kapnak, de hát... De milyen durván van felveszetve, mert ugye dolgoznak, tehát kell az energi. Annyit eszel, amennyit akarsz, de lófasz íze nincs. Igen. Csak ha jól dolgozol. Igen. Elképesztően náci, gestapó módszer, gusztustalan, undorító. És ugye gyakorlatilag nagyon-nagyon igyekszik ugye a Cassiant alakító színész minél jobban mutatni azt, hogy ahogy megyünk az epizód vége felé, egyre jobban látod rajta, hogy ugye ebbe a spirálba ő megy bele, hogy először még, amikor oda kerül, és látod, hogy mi van, ugye azt látjuk az őrökön, hogy valószínűleg tényleg kevesen vannak, és hogy tevőlegesen tényleg nem vesznek részt a rendszerben, mert elég balfaszok. Igen, nagyon. Ott még látod Cassianon, hogy amikor oda kerül, akkor még úgy figyeli, hogy na. Feltérképeztem. Igen, igen, hogy igen. Mi a helyzet? Na, hát a rész végére már az meg feláll a haja, és a fasz, aki van azzal, hogy oké, ez a pokol. Igen. És gyakorlatilag úgy is van zárva az ő jelenet sora itt a szereléssel, hogy így ennyi az élet. Hát, hogy megtörték. Igen, igen. Az látszik, hogy tényleg elkezdett nagyon durván dolgozni, meg minden. Muszáj. Igen. Úgyhogy nem tudom, ez egy brutál dolog egyébként, és egy nagyon hirtelen váltás ugye gyakorlatilag az ő kalandjába ez.
Én nem mondottam volna, hogy ide, tehát hogy egy ilyen kitérő lesz, mert ez, tehát most ez egy eléggé nincs kiútérzés. Nagyon, nagyon. Érdekes, hogy ezt mondjátok, nekem nem ez jött át, hogy, hogy megtört, hanem csak, hogy beilleszkedett, mert én úgy gondoltam végig, hogy ugye, amikor már megérkezik és a kezeket a tarkóra, sose rakja fel a tarkóra a kezét, én ott néztem, hogy mindig csak így a füléig emelte, hogy ma ott is ellenállást tanúsított, de én úgy éreztem, hogy oké, beilleszkedik el, tehát 30 nap, 30 műszakot lehúzott. Tudja, hogy egyedül onnan nem tud kijutni. Igen, hogy társak kellenek. A társak. Azokkal meg hogy lesz jobb? Nem azzal, hogy haszarik a munkájára, hanem hogyha ő lesz benne a legjobb. Mert akkor mindenkivel akar lenni. Lehet, hogy így van. Igen, és közben meg ugye a raptársak meg segítenek neki feltérképezni, észrevenni apróságokat, amiket ő nem tud, vagy nem. Igen, ott egy nagyon érdekes rész volt az, amikor ugye a raptársak próbáltak kívülről információt kapni, mert ugye ők bent vannak ebben a börtönben, és csak így duplázódik, triplázódik a büntetési idejük, csak úgy. Igen. És meg akarták tudni, ugye Cassiantól, hogy miért van ez? Mert ugye, hogy suttogják, hogy szigorítottak a törvényeken, és hogy mindenkinek megduplázták a büntetését, tehát ugye mindenhol ugye nyomást helyez a birodalom, és ugye nem is hallott erről. Igen. Tudták, ki vannak akadva. Itt egyébként árulkodó lehet, aki látta úgymond a Rogue One-t, hogy ugye itt feltűnik Melsi, aki egyébként a Rogue One-ban is egy kulcskarakter a halálcsillag tervek megszöktetésekor. Uh-huh. Most nem tudom, mennyire van meg, de egyébként ő a baseball sapkás rajta szemüveges csávó, ott a bolygón már a végén ugye a Climaxben, ő az egyik rab, aki oda megy hozzá, és elkezdi mondani neki, hogy mi a helyzet. Uh-huh. Tehát azt már tudjuk, hogy ő a team része lesz majd a Rogue One-ban, tehát hogy valószínűleg innen megmarad ez a kapcsolat, és hogy valószínűleg tényleg nem egyedül fog tudni innen megszökni. Igen. Mint olyan, ő az egyik visszatérő karakter a Rogue One-ból ebben a részben. Meg én erre gondoltam, amikor láttuk a különböző szinteket, és ott ugye jelbeszédeztek, mutogattak egymásnak a különböző szintekről, és én azért gondoltam, hogy itt akkor azért valami csak van. Valami készül. Csak készül. Igen. Egyébként ez csak így tényleg zárójelben, mert annyira nagyon nem lényeges szerintem, de nekem egészen a végéig ennek a börtönrésznek nem volt tiszta az, hogy te ott éjszaka, ott kijössz, mert ugye ott mondja is Andy Serkis, tehát Kino, hogy nem fogsz alvajárni. Ugye nem vagy alvajáró. Ugye nem vagy alvajáró. Uh-huh. Tehát én azt hittem, hogy az megbassza őket, mint ahogy az elején mutatták. Nem, az megöl. Igen, az meghalna. Tehát relatíve öngyilkos lett az ember, azzal, hogy kiugrott az ajtóból. Igen. Hát, mert amikor megérkeznek, akkor mondta, hogy ez a három fokozatban az első fokozat volt, lehet, hogy az már ott alapból a hármas ott vége. Én azt hittem, hogy ez csak szigor, de így viszont érthető, hogy tényleg nem kell örök legyenek. Igen. Nem, nem. Is hát nincs egy darab rács. Igen, nincsenek rácsok. Ha tudsz ugrani a szembelévő, az kinyírod, akkor... Mondták, hogy valami pár másodperced van. Igen. Itt nem rögtön ráz meg agyon, de igen. Engem. Úgyhogy brutál rész volt. A másik ilyen viszonylag nyomasztó rész, bár most nem volt annyi műsoridő, ugye az a Mon Mothmás rész, most is ugye ment a jópofizás, ahogy kell, meg ilyenek, és ugye tudjuk azt, hogy ugye a múltkori kérés, ami volt ugye a régi ismerőse felé, és a többi, az nehézségekbe ütközött, mert hogy az új törvénykezéseknek része az is, hogy nagyon figyelik a banki tranzakciókat, hogy figyelik a nagyobb összegeket, ahogy mozdulnak, pontosan amiatt, ugye, hogy mi van, és ugye ügyeskedni kell. Igen, ott azért még nem mondta a barátja, hogy nem fog működni, csak még várjunk ki, hogy... Azt mondta, hogy nehéz. Hogy hova fognak az ellenőrök beépülni és figyelni a dolgokat. De azt látjuk egyébként, hogy kicsit így az elnyomó rendszerekben lévő segnyaló rétegben is megvan azért, tehát gondolkoznak az emberek, csak nem cselekszenek. Tehát így halljuk a véleménycserét, hogy azért más is úgy gondolja, hogy ez egy kicsit túlzás ez Palpatine-tól, még ott vicceskednek is, tudod, hogy fenyegetve érzi magát, igen, lehet, hogy túl sokat fog inni, tudod, meg minden. Igen. Tehát így megy ez a dolog, hogy azért tudják ők, hogy ez túlzás, de abban vannak, tudod, ez a miért, van-e urót? Pontosan. Tudod, ha nem csinálsz semmi rosszat, nem lesz semmi bajod. Ugye? Igen. A lázadói oldalról meg látjuk, ugye, hogy látják a rendszer veszélyességét, és hogy mennyire lehet majd visszaélni vele. Igen. És ugye ez az ellentét megvan. És akkor a rész elején újra találkozunk Cyrilnek a karakterével. Igen. Aki végre beszél. Igen. Elég sokat beszéltetik, igen, hogy mi újság. Azért látszik rajta az végtelen szenvedés, ahogy próbál könyörögni, hogy léci, vegyetek be. Hát nem sokat tudott segíteni amúgy a csajnak. Nem, valóban nem. Én ezen gondolkodtam egyébként a rész után, hogy feltételezem a következő részben azért mégiscsak fog segíteni a csajnak, mert különben ennek a jelenetnek úgy kvázi nem lenne valami értelme. Lesz, semmi értelme nem volt akkor így, igen, hogy találkoztak. De azt jól megjósoltuk, hogy ők találkozni fognak. Igen. Mert igen, azt mondtuk már, igen, az első-másik részben. És ugye azt is jól megjósoltuk, hogy valószínűleg a csöcsavargatás közben Andort keresi most is. És tényleg. Egyébként is tényleg így volt. És nekem, őszinte leszek, nekem
Nem tudom, hogy miért rajongok az ilyenfajta forgatókönyvírásért, vagy az ilyenfajta történetvezetésért, de szerintem rohadt béna lett volna, hogyha Didra maga mellé veszi. Egyből. Na, jó, igen. Tehát nekem nagyon tetszett, hogy nem esett ki a karakteréből, neki információra volt szüksége egy kis seggfejtől, aki amúgy egy jelentéktelen kis pöcs, el lett neki mondva, hogy elmondjuk, hogy jót tettél a birodalom, mert ez a sablonszöveg, nem tudtál mondani gyakorlatilag szinte semmi nagyon hasznosat, úgyhogy húz a picsába. És nekem ez tetszett, hogy nem esett ki a szerepéből, hogy te jó csávó vagy, te majd segítesz nekem, ne. Tehát nem így működnek a dolgok. Nekem tetszik, hogy ez így meg lett tartva. Uh-huh. Tetszik, hogy Didra előadta utána ugye azt a kis részt, amit ugye ki tudod szedni belőle. Igen. És ott látszik is, hogy ugye jelentősége van. Van, van. És oda is küldik Felixre. Oda. Én ezzel meglepődtem, ezt nem gondoltam, hogy egyből oda fog menni. Uh-huh. És egyébként Didrát folytatva, kurva kemény a csaj. Nekem nagyon tetszett az jelenet, a tapasztaltság meg, hogy nem dőlt be a kis rendőrnek, hogy nem veszelek vissza ebből a csapatba. Igen. És mennyire dörzsölt, amikor Bixet kihallgatták. Igen, azt akartam mondani, hogy pont. Előtte ugye a beosztottja kérdezi, vigyük ő, nehogy lássa. Ne, maradjon csak. És jön Bix, és az a... Igen, de egyből mondja Didra, hogy úristen, hát én nem vitték még el, tehát így játsza a szerepet, hogy ugye Bix azt higgye, hogy nem direkt hagyták ott. Iszonyat csinálja. Igazi szemét amúgy. Nagyon jól játsza egyszerre a rozsarú, józsarút, és nagyon jól látja. Meg mondom, tök jól van megírva a karakter, hogy odafigyelnek ezekre, hogy ezt a néző lássa bazd meg, hogy igen, ő egy ilyen nagy genyó. Igen, hát Bix jó nagy szarba van egyébként, most így ebből a szempontból. Meg az egész Ferix. Egész Ferix nagyon nagy szarba került. Igen. És ugye látjuk ugye a másik oldalt, ahonnan pedig ugye Lutelék oldaláról ugye leizárják a kommunikációt a lázadókkal. Uh-huh. Tehát eléggé. Lecsapják. Egyébként ott Lutel az nagyon durva, mert látszik, hogy oké, hogy mennyire komoly csávó ő, meg hogy mennyire magas szinten űzi ezt a dolgot, mert ugye muszáj, de azért be van szarva. Tehát ő meggondolatlan akar lenni, ő akar beszélni Ferixen, Bixel, hát ha eljutnak Cassianhoz. Uh-huh. És az a durva, hogy még az, úgymond a beosztottja, vagy aki segít neki, vagy nem tudom, még ő inti óva, hogy hé! És amúgy igen, igaza is igen, volt. Igen. Igaza is volt, hogy maximálisan, csak ugye annyira fél Lutel, hogy lebukik. Igen. Mert hogy ugye tudja, hogy ez a csávó, hogy nem egy élet biztos. Hát utács. Nagyon nagyot kockáztatott ezzel az egésszel, az tény. Igen, de mondja is neki a csaj, hogy végül is megérte a kockázat, mert nélküle nem sikerült volna az akció. Csak hát így most egy fél attól, hogy Andor lebuktatja, ezért kockázhatja az egészet, és úgy saját magát buktatja le, hogy kapcsolatba lépjen Bixel, az olyan... Igen, de látszik az is... Számomra olyan amatőr lépés. Amatőr, de ez a pánik szerintem, mert ugye, és ugye egyből utána ugye hallod is, hogy a kommunikáció mennyire kurva nehéz, ugye a lázadókon belül, tehát még, ő még azt sem tudja, hogy velék amúgy már ott vannak Ferixen. Igen, nem tudta. Mert ugye csak annyit tudod, hogy keresik. Hogy keresik, igen. Ha persze nekik meg lett mondva, meg hogy lett intézzétek el Andort. Igen. Ők ott el is válnak ott a másik csajtól, és ugye külön mennek, de az egyik ott marad. Uh-huh. Ugye azért, hogy hát, ha visszajön. Mert ugye hát fogalmuk nincs róla, illetve senkinek nincs fogalma róla, hogy mi lehet Cassiannal, és amúgy Bix ezért akart kapcsolatba lépni Lutellel. Hogy igen. Hát, ha ő tudja. Hát, ha ő tudja. Igen. Igen. Úgyhogy tehát Andor, vagy Cassian eltűnt a térképről gyakorlatilag. Teljesen. Hát sikerült neki az, amit akart, mert ugye felvette az új nevet, elment a nyaraló bolygóra, aztán hát igen. Az már, hogy ott már a kalamajkába került, az már az igen. Anutája sincs jól, de ő meg ott lázadoskodik. Viszont az, hogy ő lázadoskodik, meg hogy ott megpróbál ott balhézni, abból annyit megtudtunk, hogy van egy alagútrendszer az alatt a bázis alatt, és hogy ott lehet valamit csinálni Ferixen a birodalmiakkal. Ennyi kis infó jött. Igen, annyi volt. Igen. De egyetemben látszik, hogy haldoklik az anyja. Ott ő már kezd leépülni, igen, sajnos. És egyébként megmondom őszintén, nekem ez a rész is olyan rész volt, hogy így valahogy én nem vagyok a nagyon nagy Star Wars fan, de hogy így még kibővítette nekem ezt az egész Star Wars univerzumot, és tényleg ilyen tök jól el lehet mélyülni, és ilyen egyre szifisebb az egész. Igen. Tehát, hogy nagyon durva. Igen, hogy a science fiction része a Star Warsnak nagyon sokszor le van választva róla, és sokan azt mondják, hogy ez egy űropera, ez egy kalandfilm, stb. Az univerzum eddig is nagy volt, de tényleg a sorozat abba segít, hogy ugye tényleg elmélyítse az embereket, hogy igen, ez egy kurva nagy science fiction lett gyakorlatilag, és igenis részletes, és ez egy működő rendszer. Igen. És gondolj bele, hogy ez még a régi része. Igen. Úgymond. A régi része
annak, amit így cinematikban láttunk. Mert most a Boba Fett sorozatban, meg a Mandalorianban nem érzed ezt. Nem, mert ott is klaustrofóba helyzet. Ugyanazok a helyszínek, meg minden, és ez annyira jó, hogy teljesen más. Ja, ja, is mondom, én is úgy örülök, hogy nem volt Tatooine-ban semmi. Há, nagyon jó. Igen, hogy ott kb. Egy bolygón játszódott, majd, hogy nem igen. Az egész sorozat. Itt meg ez a börtönbolygó, a víz felszínen lebegő, félig alá igen. Menő, és ömlik a víz, ahol ömlik a szemétbolygó, ugye, hogy nagyon sokat látjuk Coruscantot, ez egy durva dolog. Sokkal változatosabb a látvány. Igen, annyi van még ilyen kis részlet, ami érdekes volt, amit így megtudtunk Velről, hogy amikor ott a barátnőjével beszélget, akkor ott így el van hintve az, hogy amúgy Vel egy pénzes családból való igen. Valaki, igen. Aki így dacból lelépett. Tudod, ő a gazdag gyerek, aki a pánkok közé megy összeszaggatva. A kipróbálom a lázadó korszakot, igen, hogy ez milyen. Igen, tehát hogy ő egy ilyen karakter. Nem tudom, hogy jövőre nézve ez mennyire fontos, de ismerve a sorozatot, szerintem igen. Biztos lesz szerepe. Szerintem fontos. Meglátjuk. Igen. Ez az utolsó rész, ugye, ami benne van ugye a sorozatban, az az, hogy Lutean megint felveszi ugye a csempész. Igen. Vagy... Hát a lázadó köpenyt. A lázadók és leveszi a parókát. Igen. 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 Ugye elmegy erre a Segra Milo nevezetű bolygóra, ahol ugye találkozik Forrest Whitaker karakterével, ugye ő Saw Gerrera. Gerrera. Mi? Gerrera. Gerrera, köszönöm Gerrera. Szépen. Jesus Christ. Az ő karaktere ugye, aki nagyon sok mindenben szerepelt egyébként, tehát ő nem csak a Zsivány 1-esben volt benne, hanem ő benne van a Fallen Order videójátékban is, meg benne volt animációkban is egy-kettőben, tehát ő egy nagyon fontos karakter, meg gyakorlatilag ő, ha jól emlékszem, akkor ő a nevelőapja a főszereplőjének a Rogue One-nak, ugye? Igen. Szerintem ott. Hát megszöktetni ő szöktette meg, de hogy utána ő nevelte... Én úgy tudtam, hogy ő de az biztos, igen, hogy kapcsolatban vannak, igen. Igen. Meg igen. Ő benne van, ugye egy nagyon fontos karakter amúgy az ellenállásban, mint olyan, és ugye őt látjuk most, hogy ugye ő ismeri Lutelt, tudja, hogy ki, tudja az ellenállást, mindent, és igazából annyit tudtunk meg, hogy nagyon értékes birodalmi cuccokat akar eladni neki Lutelt, de nem eladni akarja, hanem ingyen akarja, hogyha kapcsolatba lép ezzel a titokzatos emberrel. Igen. Ha kooperálnak. Nekem ott annyira tetszett a Forrest Whitaker karakterének a én ővele nem fogok összeállni, mert hogy ő ilyen beállítottságú, és ugye elkezdi sorolni, hogy úristen, ennyien vannak akik lázadók, csak különböző módon lázadnak a birodalom, ennek igen. Annyira tetszett, annyira igen, sok ez nyomasztó volt az a jelenet, hogy úristen. Én felírtam magamnak, ez az Anto Krieger a neve ennek az úriembernek, akivel neki találkoznia kell, akivel ugye nem találkozik emiatt, igen. És nincs üzlet. Én sose hallottam a nevét, halványgőzöm sincs róla, hogy ez ki lehet. Úgyhogy majd kiderül, de annyit ugye mondd Lutel, hogy talált valami gyenge pontot? Igen. Valami. Nem tudom. Érdekes. De nekem gőzöm sincs. Vagy tudnom kéne, de nem esett le. Teljesen mindegy. Nem tudom, hogy ki az a karakter. De legalább van interakció, és látjuk azt, hogy ugye ők így tolják. Meg úgy érdekes, mert Lutel azért beszél magáról. Igen. És így többször a részben mondja, hogy túl sok ideje vagyok álca mögött, ugye itt ezt a csajnak mondja, itt a végén mondja, hogy gyáva vagyok, mindent, tehát látszik, hogy Lutel tenni akar. Igen. Ő kurvára, ahol menne ő is lövöldözni meg minden, de neki nem ez a szerepe. Igen, sajnos. Én szkeptikusan fogadtam, amit ott mondott azzal kapcsolatban, hogy nem tudtam, hogy most meggyőzni akarja csak, és eteti a dumával, vagy tényleg őszintén? Én csak az előzmény miatt gondolom azt, hogy az a része őszintén van, mert amúgy az beszélgetések a nagy része végig kamu. Ti voltatok? Persze. Nem mi voltunk? Nem mi voltunk, igen. Az úgy egy elég. Én is ezt mondanám. Igen, ez a senkiben nem. De amúgy örülök, hogy megjelent ez a karakter, amit Gerrera karakter. Én is nagyon örülök neki egyébként, mert mondom, egy nagyon fontos karakter így az univerzumban, meg tök jó látni, hogy ez most már úgy épülgetnek a meg dolgok. Meg ezt is vártam a sorozat, hogy így megjelenjenek ezek. Ó, abszolút. Akik benne lesznek a Rogue-ban. Abszolút. Mondom, én mondom, egyre többet kapok ettől a sorozattal. Én nem tudom, én nem gondoltam az elején, hogy ez ennyire jó lesz, vagy ennyire elkap engem. De tényleg iszonyat, hogy amit mutatnak a világból, az interakciókról, stb., a politikai részéről, szerintem állat, egyszerűen állat, és mondom tényleg az, hogy látszik, hogy mennyire durva a birodalom, és már most látod, hogy történhetett meg minden annak ellenére, hogy ilyen hatalmas a birodalom. Tehát, hogy látod, hogy hol csúsznak el. Hogyne. Igen. És hogy van néhány ember, aki nagyon durván benne van, de nincsenek sokan.
és hogy ez a rendszer se hibátlan, és ennek a rendszernek is látják a szarát belülről is. Uh-huh. Ez a, tehát, na, ettől szerintem sokkal életszagúbb az egész. Nem ez a, vannak a piros károsok, meg a zöld, és ez most nem elbakatalizálnak a történet, mert az se volt egyszerű, csak a kívülállóknak, hogy a piros károsokat lenyőzik a zöldre, a kék károsok, és akkor nyer a jó. Tehát, hogy így, ez is sokkal kombináltabb dolog igen. Most már. Az sokkal. Bár sose volt egyszerű, mondom, de akkor is láttatja magát. Hogy mennyire durva. Igen, és hogyha hihetünk a készítőknek, már miért ne hihetnénk nekik, akkor a következő rész megint egy nagyon eseménydús rész lesz, ugye ilyen hármas feloszlások vannak a történetek. Igen, meg a rendezők is, ugye? Ah, jól emlékszem. Én úgy tudom, hogy igen. El van szeparálva, tehát hármasával változik ugye a tempó és a rendező is. Igen, és eddig, hogyha megfigyeltetek, mindig úgy volt, hogy felvezetés, kicsi már ilyen kis izgalom, aztán a nagy dara. És szerintem most is ez lesz egyébként. Igen, igen, de az biztos, hogy mint science fiction, most már nagyon jól látszik, hogy ugye a sci-finek eleve rohadt sok idő kell, amíg ugye megteremti a világot, amiben bele tudod képzelni magad, és úgy már érted, miért történik, és kell ez a sorozatnak. Kell. De ugye a science fiction filmek sajátja az, hogy a film felét azzal töltik, hogy megértsd, hogy mi mekkora, hol van, milyen a rendszer, stb. Mert érted, most le tudsz dobni bárkit egy mondjuk egy 10 évvel ezutáni világba, és azt mondani, hogy hát jogi problémái vannak. De most, hogyha tudod, mit tudom én, most nyilván ez nem a Star Wars, mert ugye ott az idővel vannak gondok, de most valakit 5000 évvel előre raksz, vagy 2000 évvel előtte raksz, és ledobod egy metropoliszba, akkor úgy nehéz elhinni, hogy neki most milyen problémája van, mert a faszom se tudja, hogy működik a világ. Igen. És ugye ez a fontos, hogy itt nagyon sok időt kell szánni erre, hogy megértsd. Visszautalva, ami már többször megvolt a sorozatban, hogy azért ott megint elkapott engem az, amikor körbe bemutatnak mindenkit az asztalnál, tudod, akik dolgoznak. Már a második karakternél így mondtam, hogy nem már! Nem akarom tudni, halljál meg! Vagy nem tudom, tehát nem tudok ennyi nevet már észben tartani, bazd meg, de így miért nem merek még, és így nem akarom tudni, ő a szőke gyerek, ő meg a fekete hajú, az viszlát. De itt legalább nem ugyanaz a pár másra hangzó variáció, mint a Sárkányok házában, hogy mindenkit ugyanúgy hívnak kb., de... Az borzasztó. Az a Sárkányok borzasztó volt. Jereris, Ereris. Jereris, Viserys. Megon. Renéja. Ott bemutatták a 6 karaktert, ott legalább az ABC-t tényleg rendesen megszórták. Igen, az egyetlen dolog, ami pozitív Otto Hightower-be. Mindenki Risz, ő meg Otto. Otto. Kíváncsi leszek, mi lesz a következő részben. Azt nem tudom, ennek nem néztem utána, hogy 9 részes az évad? Vagy lesz majd még? Szóval 12 részes a lesz az epizód, ugye kiadja, vagy bocsánat, az évad, és ugye kiadja a hármas. Igen. Uh-huh. Tehát akkor nem kell attól félni, hogy a jövő heti epizódban pont kerül az évadra. Igen. Nem. Lesz még bonyolult. Lesz. Tehát akkor gondolok látni fogjuk, hogy 4 ilyen kis mini íve lesz a... 4 kis mini sztori lesz. A történetnek, ami majd kiad valamit. Uh-huh. De én is izgatottan várom.